kiváltságnak tekintette. A költősége mellett nagyon jelentős neki a közéleti munkássága, a közéleti teljesítménye. Több mint 10 évig vezette az Újvidéki Fórum kiadóházat, de képviselte Jugoszláviát nagykövetként. Indiában rövid ideig, majd hosszabban Bangladesben. És hát mi nagyon tiszteljük őt, mint embert is, mert önzetlen volt, itt Csókán is bizonyította ezt, de a közéletben is bizonyította ezt, azzal is, hogy önzetlenül, teljes szívvel támogatta a kezdő költőinket és íróinkat. A koszorúzás után a megemlékezés a Csókai Városi Könyvtárban folytatódott. Intézményünk, a Csókai Művelődési és Oktatási Központ fontosnak tartja, hogy itt, ahol sok időt töltött és szeretett lenni, megemlékezzünk Fehér Kálmánról, mert ezt a nemzedékeken átívelő tiszteletet, ami őt övezi, igyekszünk ápolni, fenntartani és megőrizni, mert a csókaiak büszkék, híres költőjükre. Őszinte tisztelettel gondolunk rá, és emlékét még sokáig meg fogjuk őrizni. A könyvtárban Fehér Kálmán életének legfontosabb állomásait mutatták be, valamint elhangoztak versei és néhány részlet az Összjáték című regényéből. Mindezt a költő egykori kollégái, írótársai és barátai tolmácsolták.